Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, még mindig a Covid időszak alatt, de azért már kicsit cseppeledünk, én úgy érzem, már nem vagyunk olyan kevesen, mint amikor igazi Covid-tól féltünk, úgyhogy most már kevésbé, nem? Mindannyian úgy vagyunk, hogy már felejtsük el. Azt, amit meg jönni akar, azt is felejtsük el, hogy most csak szép dolgokról van szó. Én nagy szeretettel köszöntöm Régeni Adriánát, akinek ma kiállítást nyitunk, és a részbe tanárát, részbe az én tanítványomat, úgyhogy a Mártét. A Mártika úgy jár ide már, mintha hazajönne, ugye nem csak feng shui-t tanult, hanem tanította az Adriánát, azt hiszem, hogy nem csak a... Inkább csak támogattam. Csak támogattad, igen. És aranyos vagy, hogy most be is mutatod őt. És hát a gyönyörűséges tanárnőnket, igen. A Takásné Baja Erikát, ugye meg a Péterdi Gabét, úgyhogy mindig számíthatunk rájuk, és mindig olyan szép zenével szolgálnak, hogy mindig megkérdezem, hogy mekkora zsebkendő legyen a zsebemben. Sokat kell sírni, vagy csak kicsit? Hát ez tőled is függ. Tudjátok azt, hogy Adrián a Fonyódon született, itt él, itt dolgozik és itt alkot. Nagyon szereti ezt a város, és szerinte Fonyód Magyarország egyik legszebb helye. Gondolom ezzel többen egyetértenek itt a teremben. És ez folyamatos inspirációt jelent neki a festészetében. Fontos volt számára az, hogy az első önálló kiállítása is a szülővárosában Fonyódon legyen, és ez a vágya teljesült, és tavaly novemberben volt a megnyitó? Tavaly novemberben. Nem régen lett vége ennek a tárlatnak, a Fonyódi Művelődési Házban volt egy nagyon-nagyon igényes kiállítása. Az, hogy Fonyódot mennyire szereti, és mennyire kötődik ehhez a városhoz, és ehhez a részéhez az országnak, jelzik a tájképei is, ahol a legtöbbször a Balaton a modell, és a Fonyódi partról az északi partnak a panorámája, a vadacsonya lesz. Amikor majd lemennek és megnézik a kiállított képeket, akkor én azt hiszem 9-et számoltam, vagy 8-at, hogy a balatoni tájképeink többnyire ott szerepel a szemben lévő Badacsony is.
A Feng Shui Galériához Adriana szintén szorosan kötődik, nagyon sok rendezvényen, programon volt már itt, és ő is velem együtt nagyon szeret ide járni. És ugye a Fonyódi Művelődési Házban volt az első önálló kiállítása, ez pedig a második önálló kiállítása, ami most szintén Fonyódon van. Természetesen több csoportos kiállításon is részt vett már, de az önálló kiállítások azok mindig egy picit nagyobb kihívást jelentenek egy művésznek, mert egyedül kell megtölteni a falakat, és egyedül áll a vendégek között, hogy megmutassa a szívét, lelkét. Inspirál engem mindenképpen Fonyód, a Badacsony. Nagyon szeretem a tájképeket festeni, szeretek itt lakni. Szerintem Fonyód tényleg a Balaton kilátója. Elég sok éve lakom már itt, nem fogom megszámosítani, de minden alkalommal, minden nap más arcát, más színeit mutatja a Balaton, és ezt szeretem megörökíteni. Akár egy hajnali, akár egy éjszakai pillanatot. Különböző anyagokat használok, akrilt és olajat is, ecsettel és késsel is dolgozom. Többnyire inkább ecsettel, egy kicsit természetesebb hatása van a képeknek. Tájképek mellett mást is hoztál ma, milyen képek láthatok tőled ma? Nagyon belevágtam, sok modern képet is hoztam, ami nem mindenki szeret, de szerettem volna megmutatni ezt az oldalamat is, mert nagyon szeretem az ilyen absztrakt képeket, sőt, egy kicsit szürreális képeket is hoztam. Inkább az az én irányvonalam, úgy érzem, ebbe az irányba fogok elmenni. Úgy gondolom, hogy ez működni fog, tehát ki lehet bontakozni ezzel. Nagyon megoszlik egyébként korosztály tekintetében is, vagy egyáltalán bárhogy mindenki más szeret, mindenkinek más tetszik, mindenkinek más a szép és a jó. Mondjuk például a férjem nem engedte volna egyes képeket ide kitenni, viszont amikor bejöttek megnézni itt a kiállítást, akkor volt, aki azt mondta, hogy csak azt vinné el, ezeket a modern képeket. Beszéljünk egyről. Van a modernek között olyan, amit kiemelnél? Ennek a készülése, ennek a képnek elég érdekes volt. Én sem tudtam eldönteni, hogy melyik lesz az alsó és a felső része. Ez menet közben alakul ki valahogy, hozza magával az ember. Ez egy átalakulásnak a jelképe ez a kép, egy metamorfózis, ez a címe is a képnek. Ez visz el engem igazán ebbe a szürrealizmus világába. Egy kicsit azt szerettem volna megmutatni, hogy másképpen is meg lehet festeni egy képet, ami belülről jön, nem csak valósághűen. 2019 óta foglalkozik komolyabban a festészettel, akkor csatlakozott az SMV 2000 festőtanodához, ahol idén májusban fog mestervizsgát tenni. Emellett más magyar és külföldi művészektől is folyamatosan tanul és fejleszti magát. Nagyon fontos számára az, hogy örömet szerezzen az alkotásaival a látogatóknak, a nézőknek. Nem csupán azért fest, mert azt a saját lelke ezt kívánja, és saját magának ezzel jó érzést kelt, és fel is töltődik, hanem az a célja, hogy a nézőkben is jó érzést keltsenek a festményei.